kiállító tér és múzeum pedagógiai foglalkoztató kialakítása, valamint design pavilon megépítése. Többek között ezek az elemek szerepelnek a komlót-tótfalui Becski-Kossuth-Kúria fejlesztési projektjében. A határ melletti beruházás több mint 640 millió forintból valósul meg, amely része a 60 milliárd forintos Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogramnak. Megyénkből a komlót-tótfalui Kúria mellett a tiszadobi Andrássy Kastély és a Kisvárdai Vár kapott helyet a programban. A Nemzeti Vár és Nemzeti Kastély program Soprontól Komlót-Tótfaluig olyan településeket, régiókat hoz helyzetbe, amelyekről ma még senki nem gondolja azt, hogy turisztikai célpontokká válhatnak. A kormány 2016-ban hozott döntést a Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram elindításáról. A Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Kft. Az, aki a beruházással kapcsolatos teendőket látja el, és a gazdaságfejlesztési innovációs operatív program keretében mintegy 60 milliárd forintot fordít a kormány azoknak a kastélyoknak és váraknak a megújítására, amelyek kiválasztásra kerültek. 34 helyszínről van szó, ezek között 19 kastélyról és 15 várról. Többek között a Dégi Festetics kastély, a Nádasladányi Nádasdy kastély, a Moson-Magyaróvári vár, vagy megyénkből a Tiszadobi Andrássy kastély és a Kisvárdai vár is szerepel a listán. Önmagában nem csak arról van szó, hogy a nemzeti örökségünket igyekszünk védeni, természetesen ez is nagyon fontos dolog, hiszen a nemzeti identitás részét képezik az épített környezetnek azok az emlékei, amelyek várakban, kastélyokban, egyéb épületekben, műemlékekben vesznek körül bennünket. Ez egy komplex program, a Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram, amely, ahogy említettem, bizonyos régióknak vonzáskörzetévé is kíván válni azzal a beruházással, amit megvalósít várakkal és kastélyokkal, és a környékben élőket, a környéken élő településeken élő termelőket, vállalkozókat, vendéglátóiparban dolgozókat is olyan helyzetbe kívánja hozni, amely számukra munkahelyteremtési lehetőséget jelent, és természetesen a munkavállalásban is igyekszik segíteni a régiókon. Olyan komplex programról, amely nem csak épületmegújításról szól, hanem olyan kiállításoknak a megvalósításáról, amelyek gyerekeket, családokat, időseket országszerte vonzák az adott körzetbe, és olyan turisztikai látványosságokat kínálnak, amelyek eddig nem voltak. Nem csak olyan településekről van szó, ahogy említettem, amelyek eddig is országosan turisztikai vonzáskörzetnek minősültek, hanem olyanokról is, mint itt Komlót-Tótfalun, ez a Becski-Kossuth-Kúria, amely egy nagyon szép épülete a régiónak, a településnek. Történelmi emlékként is beszélhetünk róla. Egyrészt a Becski családról, akik már az 1500-as évektől, mint egy jómódú, földbirtokos család, az egész környéken hatalmas földterületeket birtokoltak, gazdálkodtak, munkát adtak a környék lakóinak, és az 1700-as években megépült kastély pedig egy olyan jellegzetes épülete a településnek, amely tulajdonképpen építészet történetileg is az egyik legjelentősebb, hanem talán mondhatom azt, hogy a legjelentősebb épülete itt a környéknek. Ezzel a szatmári térség volt nemeseinek is emlékhelyet állítanak, amely illeszkedik a megyei top turisztikai programjához. A határ közelsége miatt pedig az épület felújítása tovább növeli majd a nemzeti identitástudatot. Egy olyan emblematikus kúria előtt állunk, amely nemes arányaival mondhatni, hogy az archetípusa a jómódú vármegyei köznemesség egykori életterének, mind látványát tekintve, mind pedig belső térszervezését tekintve. Éppen ezért ez volt az egyik indoka, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti szélén, ugyanakkor a történeti Szatmár vármegye szívében, a trianoni határtól mintegy másfél kilométerre ez az épület kerüljön kijelölésre, arra az unikális szerepre,
hogy a Nemzeti Kastélyprogramban a nagyobb méretű kastélyok mellett a köznemesi építészet is reprezentálásra kerüljön, és úgy gondoljuk, hogy jól döntöttünk, hiszen az 1800-as évek elején épült klasszicizáló késő barokk stílusú épület, amely az ablakok felett soft díszítő elemeket is tartalmaz, tulajdonképpen egy olyan épület lesz, amely kiválóan tudja egy interaktív kiállítás formájában bemutatni, hogy hogyan is zajlottak itt a hétköznapok, hogyan zajlottak az ünnepek, és milyen volt egy vármegyei nemes életformája. Különösen fontos volt az is kormányzati oldalról, hogy itt Kelet-Magyarországon, olyan térségben, ahol esetleg kevésbé volt eddig felépített turisztikai vonzerő, brandépítés szempontjából is megjelenjen a Nemzeti Kastélyprogram Várprogram, és az is különösen fontos volt, hogy be tudjuk tagozni a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Által működtetett kastélyhálózatba, hiszen ennek a brandnek a részeként várhatóan sokkal több látogatót tudunk ide vonzani a közös hirdetések, marketing tevékenység és egyéb megjelenésnek a segítségével. Magának az épületnek a kiállítása, ahogyan említettük, interaktív lesz, belakunk minden teret, és amellett, hogy rendezvényterek lesznek, és multifunkcionális terek, a kiállítás nagyon sok mindenről fog szólni. A Becski család 500 éven keresztül birtokolta a települést, majd később 1860-ban egy házasság révén a Kossuth család tulajdonába került. Ez szintén az épület ma már hajtja a vizet, hiszen a legismertebb köznemesi név Magyarországon minden bizonyal a Kossuth család neve. Igaz, hogy az udvari és kossuthfalvi Kossuth családnak ez egy másik ága volt, mint Kossuth Lajosé, Magyarország egykori kormányzójáé és pénzügyminiszteré, de ugyanarról a családról van szó, tehát teljesen hitelesen be tudjuk mutatni itt majd a Kossuth családot is. Az épület egyébként 3 év alatt készült el, ez a szokásos köznemesi építkezés volt, mindent házilag az uradalomban próbáltak megoldani. Az első évben téglákat vetettek, téglákat égettek, a faanyagot faragták ki, második évben húzták fel az épület falait, és készült el a tetőzete, és a harmadik év volt az, amikor lerakták a hajópadlót, felépítették a cserépkályhákat, kifestették a falakat, és tulajdonképpen a vasanyagon kívül mindent egy uradalom önállató módon el tudott látni. Frincsonyák Zsuzsa kurátorral, aki a kiállítást tervezte, nagyon hosszan gondolkodtunk azon, hogy az immár legendássá vált közlemes életformát hogyan, milyen formában lehet jól bemutatni. Egyrészt a hitelesség mentén, másrészt pedig valóban ez a színes vármegyei élet a tisztújításokkal, az elhíresült botrányokkal, anekdotákkal, egyáltalán a társadalmi kapcsolatrendszerrel, mind-mind olyan téma, amely önmagában meg tudna tölteni egy-egy kúria kiállítást. Itt viszont egy eszenciát szeretnénk ebből adni. Szó lesz arról, hogy hogyan zajlottak a hétköznapokban a vendégjárások, a vendégfogadások, milyen volt egy-egy nagyobb születésnap megünneplés, amikor a Fér vármegye köznemessége, Szatmár vármegye minden részéből ide sereglett Komlott-Ottfalura. Szó lesz arról is, hogy milyen volt egy Becski lánynak a bálozó ruhája, Nagykárolyba hogyan ment el a vármegye székhelyre, egy vármegye bálba. Szó lesz arról is, hogy mit olvasott Becski Ignác, hiszen erről pontos levélteli források állnak rendelkezésre. És a látogatók fantáziát is egy kicsit meg tudjuk dolgozni. Találós kérdéseket is fel tudunk tenni, például az, hogy a csizmának mi köze van a nyers tojáshoz. És hogy így megelőlegezzem azt, hogy mindenki tudja a választ majd a nyitásra, rögtön el is árulom. A nyers tojás bele kellett ütni az újonnan vásárolt csizmákba, így módon a viselőinek nem okozott vízholyagot a későbbiekben. A 640 millió forintos fejlesztés munkálatai 2020. júliusában kezdődtek el. A beruházás részleteiről Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt. A fejlesztés eredményeképpen a teljes külső homlokzat megújul úgy, mint a földszinten található 8 darab helység, teljes közműcsereit követően gyakorlatilag a kiállítási tér, amiről miniszteri biztos úr is beszélt, kerül kialakításra. Megjegyezném, hogy a pincében található helységek egy része is felújításra kerül, a jövőben egyféle múzeum pedagógiai helységként fog szolgálni. Kiemelném külön azt, hogy a kúriai életformát, a köznemesi életformát legjobban reprezentáló uradalmi központ körüli kert és park is megújul, úgy mint a fogadótér, a főkapu, a kerítés, illetve a hátsó kert, mely egykor gyümölcsös volt, és bízunk benne, hogy hamarosan újra az lesz. Szeretnék külön köszönetet mondani én is minden projektben résztvevő kollégának, hogy így a román határ szélén, kicsit messzebb a turisztikai látnivalóktól ez a projekt megvalósulhat. Személy szerint abban bízom, hogy a közel egy évig tartó munkálatok befejeztét követően
maga a település és maga a Nemzeti Kastély és Várprogram is láthatóbbá válik, a település számára pedig egyféle turisztikai vonzerőt fog jelenteni, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térség turizmusának aktív szereplőjévé válik. Ki kell emelnem a munkahelyteremtést, illetve a helyiek és környékbeliek boldogulásának elősegítését is, mely hitem szerint ez a csodálatos fejlesztés nagy szerepet fog játszani. Az építkezés és az építési munkálatok 2020 hetedik hónapjában kezdődtek el. A teljes költség 644 millió forintot megközelíti, amiből az Európai Unió által biztosított összeg 442 millió forint. Bízunk benne, hogy mindnyájunk legnagyobb megelégedésére, mint turisztikai értéktér ezen kis településen viszi majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a település jó hírét. Végezetül egy-két közvetlen turisztikához kapcsolódó, itt megvalósuló fejlesztésről hagy számoljak be. A kaput és a kerítés már említettem, de fontos megjegyeznem, hogy a fogadóépület funkcióját betöltő design konténerben kávézó, mosdóblokkok, ajándékbolt és a pénztár is kialakításra kerül, amely egyben logisztikai háttérként is szolgál, nem csak a kiállításra érkezők és kiállítási tartalommal összefüggésben, hanem a rendezvények és egyéb összejövetelek vonatkozásában.